azt hiszem. Tényleg szeret engem a jóisten odafent. Az eddigi életem során fantasztikus emberekkel horgászhattam együtt, vagy egy vízparton, vagy egy versenyen. Gondolok itt például Katus Gyula, Tímár Gábor, világversenyeken, a mai nagy sztárok, Willy Reisen, Jacopo Falsini, és most azt hiszem, hogy megkoronázom ezt a dolgot. Még a hideg is kiráz, egy élő, tényleg élő legendával horgászok itt Olaszországban. Emilio Colombónak hívják, és azt hiszem, hogy jobb embert a földkerekségen nem találhattam volna arra, hogy bemutasson nekem egy különleges olasz ultrafine bolognai botos horgászatot. Úgyhogy tartsatok velem, zseniális ez az ember, fantasztikus a horgászata. Sajnálom, körülmények rettenetesek, de azért biztosan fogunk halat is. Helyszínünk Milánótól északra található, a Alpokban már Adda Fiume, azaz Adda folyón horgászunk. Rettenetesen tiszta. Nem gyors egyébként, tehát egy ilyen 6 grammos úszóval horgászik most is a mester. Viszont rendkívül tiszta, mély, és nagyon, de nagyon-nagyon óvatosak a halak. Úgyhogy a szereléke, mindjárt megmutatom nektek. Hát az nekem a bepipi, egyszerűen ultra-ultra fine, rakósbotra ritka az ilyen szerelék, főleg úgy, hogy a halak, amiket fogunk, fél kilós, speciális olasz hal, Pigo a neve. Magyarországon egyébként egy pici más színben lánykoncérnak hívják. Sajna a domolykók ilyenkor még nincsenek itt, majd csak ősszel, és a nagy-nagy márnák is, de hát gyerekek. Így ősszel újra itt leszek, és újra majd a mesterrel fogok horgászni. Szóval a lényeg, ultrafine peca, rendkívül egyszerű, és ez nekem a legszimpibb. Pont olyan egyszerűen horgászik a mester, mint ahogy én szoktam. Eddig is tudtam, hogy miért ennyire lágyak és finomak a Miló bolognai botok jelentős része. Ő nem csak horgászik bolognai bottal, hanem ők nagyon-nagyon sokat versenyeznek itt Olaszországban bolognai bottal. És ami számomra szinte hihetetlen, nekem a horog előkém szokott 14-es lenni, 12-es, 14-es, 16-os, itt pedig a főzsinór. 14-es Crepton, teljesen döbbenet számomra. Azt mondta, hogy nem baj, ha tönkre megy, inkább cseréli, de fontos a nagyon-nagyon vékony zsinór, mert rettentő tiszták a vizek, és nagyon-nagyon óvatosak itt a halak. És akkor nézzük a lényeget, a különleges szerelési módot. 6 grammos jelenleg az úszó, amivel horgászunk. Emilio készített egy főólom csoportot. Majd ide figyeljetek, jönnek a icipici 8-as sörétolmok szépen végig, egészen ide a horog előkéig. Ez több mint fél méterre van a jelzőólom a főólomtól. Hibát talált benne a mester,
én csináltam. És a horog előke az bármi hihetetlen, de 10-es méret, és nem ritka a 8-as, 9-es előke zsinór. Hát a horgot pedig megpróbálom megmutatni. Természetesen a kedvemért, mi más lehetne, mint Suihiro R113 22-es méretben. Itt a horog, és ő azt mondja, hogy ez grande, ez még nagy, nem ritka a 24-es, 26-os horog. Így talán jobban látszik a lényeg. Egy lehelet finom, egy végletekig lefinomított szerelék. Majd mindjárt beszélek róla, hogy miért is. Várná az ember, hogy egy ilyen legenda, egy ekkora név, egy ekkora márkának a névadója, majd micsoda kipakolást fog itt rendezni, abszolút de no. Hozott egy szem bolonyai botot, vagyis nem, bocsánat, azt én hoztam, szóval az én bolonyai bottommal horgászik. Az orsót ledobta róla, hogy vafankúló, tett rá egy sajátot, mert túl vastag volt a zsinór, és hozott két vödröt, néhány kis apróságot, egy előketartót, egy úszós dobozt, ja, az is az enyém. Úgyhogy ennyire egyszerű. Egy kis vetetőanyag, egy kis ragasztott csonti, egy szem bolonyai bot, ólomkészlet, sok-sok pici horog, előkék, és ennyi. Ennyi a őrült nagy tudomány, emberek. Semmi. Az a 56 év. Az az 56 év, amit bolonyai bottal horgászott már életében, na az a különleges. A egész Európában egyébként a bolonyai botozás mesterének hívják, tényleg maestro, így szólítja mindenki egész Európában. Hát nem csoda, 14 évesen már bolonyai bottal versenyzett országos versenyen itt Olaszországban, és azóta is talán az egyik legnagyobb kedvenc módszere. Picit hasonlítunk egymásra annyiból, hogy ő is a lehető legvégletekig, legegyszerűbben, és ami számomra nem meglepő, mert már most többször találkoztunk. Leül horgászni, és ragyog az arc, ragyog a szeme. Nem számít semmi más onnastól kezdve, csak a horgászat, és nem feltétlenül a halmészárlás. És ebben hasonlítunk nagyon, ezt súlykolom felétek már sok-sok éve, hogy nem mindegy, hogy hogy fogod meg azt a halat. Nekem nem mindegy, neki pláne nem mindegy. Én ebben a szélben rég elővettem volna egy ultrafine féderbotot, és rég bedobtam volna, és szerintem ötször ennyi halat fognánk vele, de azt mondta, hogy no féder. Ő azt mondta, hogy ő így szeretne halat fogni, és ez a legfontosabb. Neki már abszolút, de nem mindegy, hogy hogyan fog halat. Ő, ahogy ő szeretne, ő úgy akar halat fogni. És ez a legfontosabb.
beszéljünk egy picit tovább szakmai dolgokról is, amit bekevertünk, ez a 2,5 kilós speciál bárbó. Na, ami nekem furcsa, nincs föld, nincs kavics, nincs semmi, de rájöttem, hogy miért, és egyébként hosszú úsztatós, hosszan elúsztatós horgászatoknál én is szoktam azt alkalmazni, hogy teszek bele kavicsot meg földet pont azért, hogy gyorsan bontson, de ez valami különlegesen működik, ez az etetőanyaga a víz alatt. Rendkívül jól tapad, ennek ellenére iszonyatosan gyorsan bont, és brutálisan felhőzik. És ez itt nagyon-nagyon fontos, nagyon sok a vadászó hal, a Scardola, a Cavedan, a Domoico, bocsánat, a Pigo, azaz a leánykoncér, és egy nagyon-nagyon különlegesen működik ez az etetőanyag. Nekem nagyon-nagyon szimpatikus, és ez egy nagyon tanulságos dolog, hogy nem mindig kell betonra lenehezíteni ezt az etetőanyagot, hogy ott legyen, mert akkor nagyon gyorsan átúszik fölötte az úszó, és nem lesz hal. Szoktam megoldani úgy, hogy lejjebb-lejjebb, egyre lejjebb dobálok, és nálunk egy ilyen Dunán, Tiszán ez nagyon-nagyon jó. Itt viszont nagyon fontos ez a nagyon gyors bontás, és nagyon gyorsan szétterülő felhő. Második. Ragasztott csonti. Nekem nagyon-nagyon furcsa ez a pici szemű kvarckavics, abszolút nem értem, hogy miért, ezt meg fogom még tőle kérdezni, hogy miért ragasztják ennyire pici kavicssal a csontit. Viszont a lényege pont ugyanaz, mint az én horgászatomban. Úgy kell megragasztani ezt a csontit, hogy a lehető leggyorsabban leér a fenékre, és a lehető leggyorsabban szétbontson. Vigye a víz, jönnek ezek a halak, szedik össze, és ezáltal az ott sodródó icipici horog, és rajta az egy, maximum, nagyon ritkán, 2 cent csontlukat. Sajnos az én angol tudásom nagyon-nagyon kicsi, az olasz tudásom pedig legalább annyira kicsi, úgyhogy ilyen kevert nyelven beszélek az Emilióval, de nagyon rendes, mert mindig kitalálja, hogy mit szeretnék kérdezni. Úgyhogy bocsa, bénázásért, de tudnom kell, hogy miért ilyen apró a kavics. Maestro? Please. Why piccola misura quarzo? Perché la misura più è piccola e più si attacca meglio. Più è piccola, più è pesante e più si attacca. Aha. Ok, grazie. Grande no? Less. 2-3-4 mm no? I prefer this. Aha. Aha, értem. Oké, grazie. Megkaptam a nagyon-nagyon-nagyon egyszerű magyarázatot, és teljesen tényleg így van, hogy a nagyméretű kavics, amit én is a Dunán használok, az nem ragad egymáshoz. A csontihoz igen, de egymáshoz nem. És nézzétek, itt van a kezembe, végül is szinte csonti is alig van benne, és a kicsi-pici kvarc kavicsok konkrétan egy ilyen kis tömbé álltak össze a ragasztó hatására. We are like a child, yeah. Ah, what a nice people is that time. Próbálok beszélni, és mutatja, hogy ott a Pigo, ott a Pigo, Pigo. Szóval ő az az ember, aki tényleg egy fantasztikus. Nézzetek rá, tehát 70 éves elmúlt,
órák óta suhogtatja itt 2-3 pígóért ezt a bolonyai botot, és egy fantasztikus nagy ember, de komolyan. Grazie.